Ahogy egy dandártábornok szelleméhez illik, a Percelek városában a családi kúria megújulásának lezárását ez az ágyúszó jelezte. A sok viszontagságot és funkciót megélt kúria épület mostantól a Bonyhádiak büszkesége lehet, mely rendezvényeknek, előadásoknak és kiállításoknak adhat majd otthont. Az, hogy ma átadhattuk a megújult Percel kúriát és a körülövező parkot, az elsősorban Magyarország kormányának köszönhető, hiszen 1.567.180.000 forinttal támogatta magyar kormány ezt a felújítást a sportpálya felújításával együtt. És nagyon sajnálom, hogy a mai ünnepen sem Potápi Árpád János államtitkár úr, sem Sülő János miniszter úr nem ünnepelhetett velünk közösen, hiszen mindkettőjük közbenjárásával és támogatásával valósulhatott meg a beruházás. A beruházásból 600 millió forint fordítódott a kúria épületére, mondta Filóni Ferenci Baja polgármester. A Percel család nevében beszédet mondó Percel András kémikus professzor azt mondta, vannak idők, amikor karddal, és vannak, amikor ésszel kell küzdeni a jövő boldogulásáért. Békés építkezésnek legalább akkor jelentősége van, mint időnként a kardkikarnak, de van az a helyzet, amikor az embert felbosszantják és üzöd, hogy kardkikard. A kettő együtt szerintem egy jó, hullámzás azért, hogy az ország épüljön, hogy a nemzet az megmaradjon, és örömteli belegondolni abba, hogy itt Bonyhán is milyen sokat tesznek ezért. A most átadott Percel kúria ad helyet Kovács Ferenc bonyhádi festő életmű kiállításának, és természetesen a Percelek emlékét őrző helységnek is.